87-ben, amikor elindult a tanszék megalakulása, megtörtént, akkor Jakucs ragaszkodott hozzá, hogy mikrobiológia és biotechnológia legyen, mert az, hogy a biotechnológia az, ami felfelé ívul akkor. Úgyhogy ez lett a tanszéknek így a neve. És a 10-15 évenként 10-15 diák volt, aki ezután érdeklődött. Most már nagy pankráció van érte, hogy egyáltalán legyen. Nemzetközi elismerésünk volt, hát nekem meg volt a nemzetközi kapcsolatrendszer. A diákjaink a jók azok, mint külföldön végeztek. Óriási örömünkkel szolgál, köszönhetően a elsőoktatók és hallgatók áldozatos munkájának, hogy mára Debreceni Egyetem az ország egyetlen felsőoktatási intézménye, ahol a biotechnológia minden területe oktatásra kerül különböző képzési formák keretében. Tehát ezt a szertágazó, nagy komplexitású képzést köszönhetjük tulajdonképpen a 30 évvel ezelőtti szakalapításnak. Képzést folytatunk a gyógyszer, az orvosi, mezőgazdasági, környezet, biotechnológiai területeken, ipari mikrobiológia területen, biomérnök, mesterképzési szak, illetve a biotechnológia mesterképzési szakok mindenképpen említést érdemelnek. Van a két mesterképzési szaknak közös biotechnológia vállalkozás, specializáció képzése, ami a biotechnológiai szektor menedzsment képzését tűzte ki célul, ami megint azt hiszem nagyon jelentős. A biotechnológia az elmúlt 30 évben borzasztóan sokat változott. És valószínűleg azt kell mondani, hogy az, hogy hogyan fog a jövőben változni, arról egyetlen dolgot tudunk. Az a változás, amit az elmúlt 30 évben láttunk, az elhanyagolható lesz ahhoz képest, ami az elkövetkezendő 10-ben be fog következni. Úgyhogy amikor biotechnológus képzésről beszélünk, akkor tulajdonképpen a biológiától a kémiáig, és mondom személyes élményeket, az élettanon át nagyon sok minden disziplinának össze kell fognia ahhoz, hogy a jövő biotechnológusai az hazának, az országnak, a világnak rendelkezésre álljanak. Ha másért nem azért, mert a mezőgazdaságtól az orvosláson át biotechnológia és biotechnológiai készítmények nélkül nem igazán lesz jövő. Az oktatást azok az oktatók végzik, akik ugyanebben a témakörben kutatnak, és tehát gyógyszerészeti, orvosi biotechnológiai kutatások, ipari biotechnológiai kutatások és agrárkutatások is vannak a Debreceni Egyetemen. Biotechnológia nélkül nem, hogy jövő nincsen, hanem jelen sem, hiszen a kutatási eredmények gyakorlatilag folyamatosan átkerülnek a gyakorlatba, tehát maradva például a növényeknél, azok a biotechnológiai módszerek, amelyeket kifejlesztünk, ezek szinte rögtön a gyakorlat részévé válnak, tehát anélkül nem lehet már hatékonyan se növényt termeszteni, se növényt nemesíteni, sőt növényvédelmet folytatni sem.